Bukovinai székely felmenőkkel rendelkezem természetesen. Anyám, apám Andrásfalván születtek. Köztudott mindenki számára, hogy 41-ben, vagy 45-ben települtek ide Völcségbe, és az a ritka csoport, hogy a bukovinai 20-25 ezer mindenki katolikus, kivétel Andrásfalván értek reformátusok, hát én is református szülők gyermeke vagyok, és de kivétel nélkül Hidasra telepedtek mindnyájan. És nagyszüleimnek és szüleimnek is fontos volt mindig a hit, a vallás, a hagyományaink, a szokásaink megtartása, ápolása, vagy nem ápolása, hanem továbbadása, éltetése, sőt, benne éltek nagyon sokáig. Talán abból kifolyólag szinte gyermekkoromtól magamévá tettem, vagy magamba szívtam ezt a dolgot én is. Már 10 évesen harmonikáztam a Hidas első néptánc egyesületnek, majd táncba részt vettem, ott a zenével kísértem, a édesanyám alakítottak a nevezett pávakört, vagy székelykört, abban énekelt, és ez óhatatlanul jött magától. Asztalos mesterséget választottam, a fa szeretete, a fa való kötődésem talán onnan alapul, vagy talán a székely őseimre vezethető vissza. És mint említettem, a táncra részt vettem, egyesületet alakítottunk Hidason, jelenleg is működik Hidas Néptánc Egyesület. Hidas Néptánc is hagyományőrző egyesülettel kibővítettük. Sok éven keresztül vezetője voltam, elnöke, művészeti vezetője, aktív résztvevője. Természetesen a Hidasi Református Egyházközségnek is mondhatom oszlopos tagja, 32 évig presbiter, 12 évig gondnok. Sikerült egy gyönyörű, szép új templomot építenünk, tehát óhatatlanul is ebbe is így éltem a mindennapjaimat. Mint mondtam, a fafaragás szerintem már gyermekkoromban benne lehetett, vagy bennem élt, mert játékaim közül is kis fatraktort készítettem, meg fajátékokat. Nagyapám igazi ügyes székely ezermester lévén fagerebjét készített, favillát, botot magának, kampusbotot főzte, és már akkor benne voltam ebbe a dologba. Mint említettem, az asztalos mesterséget is kitanultam, de mindig a tömör fa állt valahogy közelebb hozzám. És érdekes módon visszakaptuk egy bácskai harangot, amelyet a Hidasi Református templom udvarán állítottuk föl, és annak készítettem egy haranglábot. Ennek talán 25 éve is van, vagy 30 is talán, és igazából az indított el ezen az úton. És nagy szerencsémnek tartom, összetalálkoztam egy kézdivásárhelyi, kézdi martonosi, nagyon-nagyon ügyes, szorgalmas, fafaragó mesteremberrel, kivel nagyon jó barátságban vagyok azóta is, a kapcsolatot tartunk, és ismerettségem óta tudatosan, kizárólag székelyes mintával, hagyományokkal készítem a székelykaput, síremléket, kopjafát, vagy akár faragott támlás széket is. Hát a motivumok ez olyan dolog, hogy ma már irodalomba föllelhető, különféle irodalmakba, nagyon sokféle, sokfajta, sokan foglalkoznak ezzel most, többféleképpen próbálnak egy-egy dolgot elmagyarázni, de én igyekszem maradni az ősi, eredeti motivumoknál, formáknál, és amint említettem, ez a barátom, ő meg ilyen, hogy valóban hagyományőrző. Nagyon jó kapcsolata volt a Alsó Csernáton a Haszman fivérekkel, akiket én is személyesen ismerek, többször voltam őnáluk is, és igyekszem ezek alapján készíteni a munkáimat. Nem akarom ezt a csúnya kifejezést mondani, hogy talán reneszánszát éli, de valahogy a székelykapu, mint annak idején is több egy egyszerű tárgynál, egy bejárati kapunál, szinte lelke van, él, sokan írtak erről nagyon szép hangzatos dolgokat, de jelenleg a magyarságunknak, székelységünknek, összetartozásunknak egy szimbóluma, jelképe, én ezt úgy látom. És sokan ezt fölismerve, és sokan bemerik vállalni, bevállalják ezt. És egyre többen vannak, akik magánszemélyek készítetnek bejárati kaput, vagy díszkaput, vagy akár emléket. Jelenleg is, amit készítek, egy székely kör rendeltem, meg közterületen, köztéren lesz fölállítva. Régebb szimbolizálta az anyagi helyzetét is, annak, aki ilyet készített, vagy készítetett,
ugyanis hadd térjek ki, itt megkülönböztetünk több fajta csoportba sorolható. Van az úgynevezett kiskapu vagy gyalogkapu, amely a 1 méter 90 centi belsejű kis kapu, annak a tetején van csak egy kis dúcos tetőrajt, majd a nyílószárnyak és a faragott oszlop, ezt nevezik gyalog vagy kiskapunak, és van az a bizonyos nagykapu vagy kötött kapu, amely a teljes bejárati szélességét lefedi. Na most ilyen nagykaput annak idején bizony csak a módos emberek engedhettek meg maguknak, és az elmondások, a leírások szerint nem is nagyon készíthetett olyan, ha összesporolta volna is rá a pénzét, aki mögött nem volt megfelelő anyagi bázis, vagy egy komoly anyagi egzisztencia. Visszatérve a mai dolgokra, hasonlítani akarom a kovácsoltvas utánzathoz, vagy téglából készített bevakult, azokhoz képest egyáltalán nem drága. Én személyesen is láttam 1700 évek végén készült kaput, amelyet igazából semmivel nem ápoltak, elmosódtak rajta faragások, az illesztések összeszáradtak. A lényege, hogy a kapu váza, a kapu szerkezet kemény fából, jó minőségű tölgyfából készül mindig. És maga a galamdúc, meg a zsindelyezés, az fenyőfából készül mindig, pattintott, hasított zsindellyel befedve. Az a fenyő, az tönkre megy előbb természetesen, azt szokták talán cserélni 20-50 évenként talán, de most már olyan jó minőségű fakezelő anyagok vannak, mint minden fából készült szabadtéri tárgyat, ezt is megfelelően le van alapozva, lekezelve, szinte örökké tart. Mondtam, 100 év garanciát vállalok a kapuim. Hát a nagyon-nagyon régi kapuk igazából kezdetlegesek voltak, szinte rozetták voltak benne, ékvésőbe belevitt kis virág vagy madár motivumok, minták, ez a későbbiekben kialakult díszesebbekké, és ez Erdélybe táj jellegekként változik. Vannak a csíki környékiek, van a korondi, gyakorlatilag az életfát jelképezi szinte mindegyik kapu. Gyakorlatilag van ugye a kapu láb, már a lábaknak említjük, van az úgynevezett sapkafa, meg vannak a hónajkötések, és legalul van az úgynevezett szelleműző, ami díszesen faragva. Na most ez táj jellegenként változott, az ilyen nagy kapura, kötött kapura általában egysoros életfás mintát faragtak, kivétel ugye Máré falva környéke, és ott a faragási típus minta is más, hogy kizárólag kétsoros életfa mintát használtak, vassablonnal beütötték, majd az alját kiszedték, és festették. Festették zöldre, fehér, különböző motivumokra. A nagy kötött kapunál, ugye a kiskapu fölötti bejárati résznél van az úgynevezett kaputükör, az a legdíszesebben faragott része a székely kapunak. Voltak vidékek, Kézdiszék környékén például, ahol lukas áttört motivumok voltak benne, tehát teljesen át volt lukasztva. Ott elsősorban az anyagi helyzetre utalt, az ökrök számát jelképezve, 2, 4 vagy 6 ökrös gazda lakott benne, amit meg lehetett különböztetni helyszínen. Meg vannak olyanok, ahol a kapu tükörbe, vagy akár a kapu lábba a megrendelőnek a foglalkozását, mesterségére utaló jeleket faragnak benne. Ökröt, lovat, szántóekét, fazekasnál például vázából indul az életfa. Mindig elhatároztam, hogy na most fölírom, följegyzem, mennyi munkaórát töltök rá. Olvastam, aki mondta, 300 óra, köbb, kevesebb, mennyire lehet gépesíteni. Én jó magam a rönköt vásárolom erdészetnél, jó minőségű tölgyfát, tölgyrönköt, szalaggatterral kifűrészere, úgymond kigatterozom, évekig tárolom, szárítom, majd műhelyben gyalugéppel legyalulom, és megmutatom önöknek, kézzel összecsapolom, a rajzolás, faragás, az teljesen kézi munka minden, és maradok az eredeti kézi faragásnál. Sok-sok idő. Itt
éppen egy nagy kaput, vagy úgymond egy kötött kaput látunk, amely össze van rakva, össze van ácsolva. Azért mondják ácsolás, mert különböző fák ezek úgy vannak vésve, összecsapolva. Átmenő csapok vannak, faszeggel belefogatva. Ugye pontosan illesztve. Most úgy készül a kapu, hogy a kifűrészelt fát legyaluljuk, összecsapoljuk méretre vágva, így összerakom, faszögekkel összeszegeljük. Ezek ugye a kapu lábak, vagy kapu zábénak is nevezik, a hónajkötések, ez a sapkafa, alul pedig az a kis faragott, az lesz a úgynevezett szelleműző. Hogy így ki van rakva, akkor jön a rajzolás. Ez egy kézdiszék környéki egysoros életfás minta, meg különböző virágminták láthatók rajta, tulipán, szegfű, a tulipán az a női, a szegfű a férfi motivumot jelképezi. Leírások, elmondások szerint ezek a kis ívek vagy bütykök, ez 7 darab található minden nagykapun, ez a 7 vezér szimbolizálja. Erre a részre készül majd a kaputükör, amely a legdíszesebb része gyakorlatilag a kapunak. Hát ide a megrendelő kérése szerint vagy a mesterségre utaló jelek kerülnek bele, vagy tájjellegenként dúsan faragott virágminták, motivumok, de mostanában mióta, hogy így mondjam, magyarságunk jelképé vagy összetartozásunk szimbólivájá is vált ez a kapu, sok alkalommal címert készítek bele. Még ami nagyon fontos, hogy a nagy kapuna ugye a hónai kötéseknél 2-3 szög föllelhető, ide rendszerint tömör deszkából készülve a hold és a nap szimbólum mindegy kapuba bele van faragva. Ez szinte a székességnek, magyarságunknak egy ősi szimbóluma.